2016 sem volt a gazdák éve, a hét elején szóltunk műsorunkban arról, hogy a tavaszi fagy és a jégeső tönkretette az almás kerteket, szinte nem lesz mit szüretelniük a gazdáknak. Más növénykultúrákban is jelentős kár keletkezett az időjárás miatt, ezért országosan is kiépülhet a jégkár elhárító rendszer. Több esetben belefutott stábunk is a viharba, jégesőbe. Ezek a képek akkor készültek, amikor a viharverte Rozsály felé tartottunk. A megyében, a Szatmári térségben, a nyár derekán lakóházakban és a mezőgazdaságban is jelentős kár történt. A gyümölcsös kertek alig hoztak termést az idén, az alma minősége gyengébb és kevesebb lesz a termésmennyiség is. A károk felmérése már megtörtént, támogatáshoz a kárenyhítési alapból juthatnak majd a gazdák. A termelők többsége már köt biztosítást is területére, de az időjárási kockázatok ellen egyre sürgetőbb a védekezés. Jelenleg Magyarország területének egyharmadát védi jégelhárító rendszer. 2018-ra 1,5 milliárd forintból kiépülhet egy, a vidékfejlesztési programból támogatott új, úgynevezett talajgenerátoros jégeső elhárító rendszer. Dr. Szabó Miklóssal folytatom tovább a beszélgetést erről a témáról. Azt tudva lévő, hogy a gazdálkodók nagyon nagy károkat szenvedtek el idén, és egy olyan tényező, amit ők nem tudnak befolyásolni, az az időjárás, ami okozta ezeket a károkat, leginkább itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Megmutattuk azokat a felvételeket, ami tönkretette a gyümölcsös kerteket. Fontos lenne a védelem tehát. Hogyan lehet megakadályozni a jégesőt? Kezdjük talán egy ilyen kérdéssel, hiszen nagyon sokféle technika, technológia létezik, és próbálkoznak is azok a gazdák, akik már önállóan maguknak kiépítettek rendszereket. Ugye 2009-ben kezdődött sajnos ez a szélsőséges időjárási környezet, aminek eredményeképpen az elmúlt tulajdonképpen 8 évben jelentős károk alakultak ki mind a gyümölcstermesztők, mind a szántóföldi növénytermesztők szempontjából. Ennek az oka, hogy most pontosan mire vezetett vissza, alapvetően a klímaváltozást tartjuk ezért felelősnek, és ugye ekkor kezdődött el először a gondolkodás abban, hogy hogyan is lehetne ezt megoldani. A gyümölcstermesztés szempontjából van két olyan módszer, amit azóta számos gazda be is vezetett, illetve alkalmaz. Az egyik egy úgynevezett jégágyus megoldás, amikor hangfrekvenciával oszlatják a felhőt, és ezáltal próbálják csökkenteni a jégmagok nagyságát. A másik az pedig egy tulajdonképpen mechanikai védelem, ami egy jégháló kiépítése, viszont mind a kettő lokálisan csak egy-egy kis terület védelmére szolgál. Viszont van egy harmadik megoldás, ami most tulajdonképpen ennek a programnak a célja, ez a talajgenerátoros jégeső elleni védelem, ami 1991 óta működik már Magyarországon, 3 megyére kiterjedően hozták létre, ez Tolna, Baranya és Somogy megyére. Ez egy gazdálkodók, biztosító szervezetek és az állam összefogásából létrejött minta projektnek is tekinthetjük, aminek már most már 25 éves tapasztalata van, illetve más hozzá csatlakozó országok, mint Horvátország és Szerbia is bevezették ezeket a ugyanezt a rendszert. Az európai országokon belül tulajdonképpen Franciaország, aki használja ugyanezt a rendszert, illetve ott dolgozták ki ennek a módszerét, illetve emellett ugyanerre az ezüstjodidos módszerre alapozottan létezik még repülőről, illetve rakétáról történő ezüstjodid feljuttatás. Én azt olvastam, hogy vannak olyan területek, például az Egri borvidék, ahol 2014-ben egy hasonló rendszert kiépítettek, mert ugye ott a szőlős gazdáknak volt jelentős kár, azt megelőző években, és ilyen 19 talajgenerátorból álló hálózatot hoztak létre, és ezeken a területeken, megyékben, amit ön is említett, illetve itt ezen a borvidéken 70-75%-kal csökkent a jégeső okozta kár. Ez egy reális érték lehet? Tehát ennyire vissza tudja fogni a jégesőt ez a rendszer? Alapvetően ugye Pécs, illetve maga ez az Nefela nevezetű rendszer, ami működik Baranya, Somogy és Tolna megyébe. Ugye itt időjárási szakemberek, illetve magát a generátort üzemeltetőkből áll össze. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 10 kilométeres négyzetrácsos háló szerint helyezik ki ezeket településre, ezeket a generátorokat, és a statisztika tényleg az, hogy közel 70%-kal csökkent a jégeső okozta kár nagysága, illetve a kár mértéke is, mivel ugye itt a módszernek a lényege az, hogy a
az ezüst jodit, amit feljuttatunk a felszálló meleg levegővel együtt, mert tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mintha felszippantaná a felszálló meleg levegővel együtt ez a jégmag képző anyagot, és nem nagy jég részecskék keletkeznek, hanem kisebbek, és ezáltal vagy egyáltalán a lehullás közben már elolvad ez a jégszem, vagy pedig jóval kisebb lesz a mérete, az nem ilyen dió meg lúdtojás nagyságú jég fog lehullani, hanem borsószem nagyságú jég, ami azért sokkal kisebb kárt képes okozni, mint mondjuk amit az elmúlt években sajnos tapasztalhattunk itt a megyében is több helyen. Igen, ilyen dió nagyságú jeget találtunk mi is, amikor kiértünk ezekre a területekre, ahol a jégeső kárt okozott. Mennyire költségesek ezek a rendszerek, ezek az eszközök? Ez egy kulcskérdés, mert hogy mondták, vagy mondják a gazdák, hogy ettől talán van hatékonyabb rendszer is, de az sokkal többbe kerülne. Hát alapvetően a tapasztalatok azok, hogyha költséghatékonyságot nézzünk, akkor talán ez a legkedvezőbb módon üzemeltethető, illetve fenntartható. Maga egy talajgenerátornak a bekerülési költsége az egy olyan 1 millió forint körül van. És itt rendszerbe kell gondolkodni, mert egy generátor az önmagában csak egy 8-10 kilométeres kört képes lefedni. Viszont hogyha ezt megyei szinten, vagy itt országos szintről beszélünk, kihelyezésre kerülnek, akkor tulajdonképpen nem azt mondom, hogy teljes védelmet, de nagyon nagy mértékben csökkenthető lehet a működtetése. Itt a három megyére történő üzemeltetéssel kapcsolatban vannak számok, ez nagyjából a három megyére az éves költség az 130 millió forint. És ez ennek egy részét a termelők, egy részét az önkormányzatok, ugyanis ez nem csak a gazdálkodókat védik, hanem azokat a településeket is, ahol a lakosság van. Igen. Ugye itt nem csak a mezőgazdaságot, hanem az ott élőket is azért elég jelentős kár érte, amikor ilyen nagy méretű jég hullott. És az állam, valamint a biztosítók adták össze a költséget. Itt a legnagyobbat természetesen a mezőgazdasági termelők vállalják. Itt a működésnél úgy tudom, hogy 300 forint hektáronként az a költség, ami mondjuk, ha azt nézzük, hogy a területalapú támogatásból jelen pillanatban olyan 60-65 ezer forintot kap egy termelő. Ez nem egy olyan költség, amit nem vállalható. Egyébként a kárenyhítési alapból szeretnék majd beletenni még a maradék összeget, vagy azt az összeget, amit ön most említ. Viszont a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdákban felmerült az a kérdés, hogy itt ezen a környéken kiépíthető-e könnyen, mivel ugye most is azoknál a településeknél volt probléma, amelyek közelesnek a határszélhez, a román határszélhez, hogy kell-e a román hatóság, vagy akár a Romániába eső területeken ilyen generátort kialakítani, vagy a román hatóság engedélye ahhoz, hogy ezeket telepítsék. A Magyarországon történő telepítéshez biztos, hogy nem. Viszont vannak különböző Interreg programok, azaz határon átnyúló programok, amiben pont ezzel kapcsolatban biztos, hogy érdemes lenne pályázni, mert ugye ez az elmúlt két évben ez a Szatmár-Németi és a úgymond kölcsevonal Csengerrel egybekötve volt az, ami nagyon érintett volt ebbe a dologba. És ott, ugye a jégeső az, ahogy szokták mondani, nem kérdezi meg, hogy hol a határ, ő átmegy rajta, és nem teljes védelmet, hanem hatékony védelmet akkor tud ez nyújtani, hogy minden nagyobb területen van ez kiépítve. Illetve a határon túli területek is csak kapacitálhatnának ebből, vagy hasznukra válna. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.